Azokat a mondatokat szerettem volna leírni, amiket a politikusok nekem mondanak áttérben arról, hogy ők hogyan dolgoznak. Nagyon jó mondatok vannak. Azzal kapcsolatban, hogy mi a politika. Jaj, egy azt már meg, de anélkül, hogy elmondál, hogy Oké. Okay. Hát, hogy az a politikus, aki, Hogy a politikus egy olyan, olyan, szereplő, mint a családban az az ember, aki amikor megszületik tíz kis kutya, akkor nyolcat bedob a kájhába csak kettő maradhat meg. A politikusnak kell ezeket a döntéseket meghoznia. Tehát ezek a, szerintem már még elég jól megmutatják, hogy, hogy a szereplők hogy gondolkodnak a saját feladatukról, a szerepükről, milyen mértékben szükségszerű a cinizmus, és ez milyen mértékben hatja át a, a, munkájukat, hogy egyszerűen még azok is, akik valamilyen fajta ideával rendelkeznek, és ez megint visszacsatol a beszélgetés egy pontjához, azok idővel ezt szükségszerűen el kell, hogy veszítsék. Mert azt a nyolc kiskutyát, az be kell dobni a kájhába. És sokszor be kell dobni a kiskutyákat a kájhába, és ez nyilván ez kiöl minden lelket, ideát, meg eszmét a politikából, a politikai szereplőből. Ez így működik. Rengeteg ilyen kompromisszum van. Nyilván van, aki ezt élvezi, és szívesen dobja be a nyolc kiskutyát, van, aki meg egyszerűen csak megérti, hogy ez a feladata. Na, ilyeneket szerettem volna elmondani. Ne, ez egy legalább jó... Legalább most itt el tudtam mondani. Ez egy jó mondat, ez okay. nagyon jó mondat. De Én akkor, is szeretem. De akkor hadd vezessem ezt át egy pillanatra az értékválasztás kérdéséhez, jó? Mert nagyon nem ide, az ember miért, a politikus miért dobálja be azt a nyolc kis kutyát. Igen, persze. Mert ha arról van szó, hogy egyébként megtehetné, mind a tizet fölneveli, Így van. és a saját életét akarja megkönnyíteni, uh -huh. akkor ez egy bestiális cselekedet. Uh -huh. Ha az a helyzet, hogy olyan szegénységben él, hogy azt a kettőt se fogja tudni fölnevelni, de talán kettőt még nem fog halára éheztetni, akkor fölvethető, hogy van-e mögötte uh -huh. ö, olyan érv, ami nem arról szól, hogy a saját kényelmét akarja védeni, hanem pont azt mondja, hogy kettőért vagyok képes felelősséget vállalni, és nem én tehetek arról, hogy tíz gyerek vagy két tíz kis kutya született. Vagy, hogy van -e mondjuk például a kutyamenhely a környéken, uh -huh. Ami lehetővé teszi azt, hogy ne a káj, ha várja azokat a kölyök kutyákat, hanem esetleg más gazdák. Ez szép, ez a metafora, messze el lehet jutni. Én azt tapasztaltam, hogy a politikusok többsége nyilván azt mondja, hogy ez egy szükségszerűség, pont azért, mert nem lehetne. De ez a vaj, nem, hogy ennyire beszűkül a politikai képzelőrejük. Hát idővel ez szerintem normális. És az ember, hogy ezt normálisan tekintjük? Ebből a nézőpontból, amiben te megénülünk, szerintem baj. Vagy érthető, hogy mi nem tartjuk ezt normálisnak. Én sokkal megértőbb vagyok a politikusokkal kapcsolatban. Ha valami igazán jellem, ez az, az egyébként. Én ezt értettem meg, hogy ez egy írtozatosan nehéz munka. So, sokkal több tiszteletet érdemelnének. Tényleg. Bár nyilván nem mindenki meg ugyanakkorát, de összességében az a feladat, amit egyszerűen kiöli belőled. Én, bocs, én, én, én maximálisan egyetértek azzal, hogy szerintem is egy bitang nehéz szakma. Nagyon súlyos problémának tartom azt, hogy nincsen semmi becsület ebben az én országban. Van de nem tudom nem megérteni azt, hogy miért alakult ez így, mert hogy, hát hogy mondjam én, tettek érte, hogyha így lehet megfogalmazni, de leginkább tudom, mivel szerintem, és ebben érdekelne a véleményet, hogy, hogy ezt a dilemmát, hogy mit kezdünk a nyolc kis kutyával, akit nem vagyok képes fölnevelni, nincs rá pénzem, nincs nem tudom én, időm, lehetőségem, hogy abban szükségszerűségnek mutatni azt, hogy csak a kájha a lehetőség a megoldásra. Az, aki inkább szól arról, hogy hogyan lehet a saját egyébként okkal megkérdőjelezhető közpolitikai döntéseidet magadnak is, meg neked, meg nekem, meg mindenki másnak igazolni tenni, sőt az egyedül lehetséges megoldását tenni, mint arról, hogy egyébként várjunk egy pillanatra, egyetlen, miért lesz hirtelen tíz kis kutya? Vagy ha van tíz kis kutya, akkor annak a nyolcnak miért gondoljuk azt, hogy kizárólag a kályha lehet a sorsa? Jó, és akkor beszéljünk a mi felelősségünkről is, ha már ennyire jó ez a metafora. Ugye, amikor a, nem, dobott, nem dobtad be azt a nyolc kis kutyát, és az a nyolc kis kutya fölnő, és megharap ezt azt, akkor mi mindig a politikusra haragszunk. Mit akarok ezzel mondani? Hogyha nem teszi meg ezeket a szükségszerű lépéseket, mi egy csomószor azt mondjuk, hogy Lettás, béna, a politikai logikának ellentmondó, hány politikus temettünk már el, akik őszinték voltak, akik hibáztak, akik szembe mentek a politikai racionalitással. Ugye azokon nevet a magyar közvélemény, te is, én is. Egy csomó ilyen van. Lúzernak Nem, én próbálok, nem, őket, tehát én próbálok ebben a az jó. Igyekszem ezt a nézőinknek is átadni, uh -huh. de úgy szerintem az, de az, viszont nagyon éresen gondolkodom, uh -huh. hogy hogy a politikai képzelőre lesz az igenis érdeke a mindenkori hatalomnak, mert a ha kiderülne az, hogy nem szükségszerűségek vannak, nem, hanem igenis nem értékválasztás és döntés, uh -huh. és nincs olyan, hogy csak egy megoldás, és nincs olyan, hogy kizárólagos, csak az az egy megoldás létezik, akkor valószínűleg felvetődhetne az, hogy egyébként uh -huh. miért is úgy éljük az életünket, ahogy éljük? Uh -huh. Nem szükségszerűségek miatt. Igen, csak aki és ezért az ember a fontos, aki eljut arra a pontra, az annyi kompromisszumot kötött már meg, annyiszor kellett eljátszani ezt, vagy annyiszor égette meg a kezét, amikor nem ölte meg a kis kutyákat, hogy ö, szerintem ezek a kérdések már nincsenek ott. Tehát ez, ne, ez nem ilyen. Egyszerűen kiégnek ki most már ez a kájától, nem tudom ilyen szabadulni, el. de tényleg. Csak ezt magyarázd meg nekem, mert az érdekel, hogy erről mit gondolsz. Miért? Tehát mi szűkíti le a politikus, politikai képzelőerét és intellektuális nem tudom én, tájékozódási, nem én, mezejét arra, hogy nyolc kis életét kell elrendeznem, vagy a kájha, vagy a halál. Hát itt az is a halál. De egy szóval a tapasztalat. Hát az, hogy ez mindig így van. Illetve az emberi elmének az a, nyilván ezt is lehet mondani, az emberi elmének az a sajátosság, hogy mindent próbálunk egyszerűsíteni. Nyilván a politikus is